próbálkozunk a TS-sel jönni. Aha, csak nem nagyon akar neki összejönni. Majd nem sokára leszek. User joined your channel. Ah, meg bolondít. Most jöttem ki. Király úgy talált már valamit, hogy ez egy napra. A unököcsémet hallott pillanatnyilag. Nem harcos, hát halk. Hát hallod, hogy halk. Ja, meg szar a vezeték, úgyhogy vissza fogjuk vállalni magunkat. Alakul már. Most már nem olyan halk lesz, hogy mi? Most már nem, most már jó. Ezt a szobát menj már majd neki. El van mentve. Ja, szóval minden nap. Mindjárt egy pillanat. Jó.
Elhagy a bolyba van. Szia Rita! Azt mondják, szia Rita. Azt mondja, hello. Hallom. Azt mondja, hogy Rita. Amúgy nézted, Sanyi, be tudsz lépni a szerverre? Olyan király, mikor Bálint beszélő, mintha saját magamat hallanám. Ugyanolyan a hangunk, teljesen. Nyomom én is. Én meg facebookra. Nyomnám, ha magához térne a történet. Indítás, facebook, élőben. Valamiért nem hajlandó most. Nem tetszik neki. És milyen jó hang van meg a mikrofon? Mert magamról tudom, hogy kurvára irritál, amikor visszahallják az embert. Nem zavar. Ezt a kicsit nem szedte össze, rohadjon meg. Youtube-ra sem tudok live-olni. Nem kell. Oda se. Szóval maradj meg. Nem, szerintem nekem most a net miatt nem engedi. Megérkeztem. Oké. Jó van. Azért még a gyerkősz maradjon, hogyha valami gond van a... Maradjál, azt mondták. Hogyha a molokkal baj van. Az nem jó. Na, akkor nem akarok. Nem akar én helyettem jártani, azt mondta ez a mocsok. Hallom. Ott van sok, hogy betöltés. Több személyes. Gondoltam. Igen? Igen. Csaj leszek. Legyél csaj. Jani is csaj. Három. Nem három, csak kettő. Melyik? Kontinentál Európa. Igen, indít el. Rózsa szervere. Igen, hogyha rákat... Van előtte felkiáltójá, vagy nincs? Van felkiáltójá. Akkor nézd meg, hogy mi az, ami nem stimmel. Ha honnan tudja? Hát rákattintasz a Rozsa szerverre, és ott vagy részletek. Részletek. Vajon mi lesz a felkiáltója lesz? Egy valami nincs telepítve. Micsoda? Mi a neve? És külön. Melyik a nincs telepítve Bálint? Várjál, hát már Bálint, mert gyorsabb a kezem, mint nekem a szám. Pedig az már nagy szó. Mert nem az, hogy ő neki gyors a keze. Én sem vagyok lassú. Csak... Beszédbe. Az a, hogy hívják, hogy nem tudom mi az, ami... Ami nincs telepítve, mert lehet, hogy azt én módosítottam, azért nem tudja telepíteni. Valami Kruger akárki láttam. Kruger Agroliner? Aha. Az futó, az benne van az éve a módosításokban. A boltkocsik között nézzétek. Jó, van, most gyorsan nyomja a fiam.
Igaz, hogy az két perc, az kérje. Aha. A futó. Ja. Kék meg zöld. Megtörjük az üveget. Lehet, hogy ezt nem raktam be a módosításokba. Nem biztos. A megára nem tudom, felraktam-e. Hát jó, de én tegnap feltöltöttem mindent, amit nem találtam. Kivéve ezt lehet. Na mi van a nyáddal, meg a... Megállnak kakaba. De hogy engem jobban, nem az én. Mindjárt véghez. Jó van. Mit frissíteni kellett, vagy mi? 3 másodperc, vagy hátra. Igen. Biztos, tudjátok, hogy mit kellett csinálni. Kugorok ezeket? Meg kugorok. Kép, egy kicsit. Nincs képe. Van képe. Várjál, mert... Szóltál bármi? Én szóltam. Hogy? Valami volt hacker vagy ilyen javja. Az se jó. Az se volt jó. Az valami valamit csinálva állít. Nem biztos, hogy megtalálja a holt hackert. Ne nézd már az én filmot, hello. Nem a játékból töltöttük le, csak azért mondom. Jaj. Hát mondjuk, ha a nevét tudja, akkor rá tud keresni Google-ba. Ja, mert ott a izé van, Jani.
A 2.0-as, még a 3.0-t valahogyos használjuk. Ez is Durás? Igen, Durás Jánosnak hívják. Jó. Durás János Zoltán. De fiatalabb, mint én. Most ajánlom neki. Hány éves vagy, Jani? Azért. Még azt sem tudom, hogy várjál. Felkiáltva a kurva anyjába. Hát az Árpát elvihetett mindet, vagy éppen a cukornád. Én mindig ez a holcukker vagy mi anya vagy. Várj, mindjárt küldök linket. Külső oldalról szedtük le. Ctrl-C. Rámész a linkre, Bálint. Várjál, mert... Nem... Biztos meg tudom tartani a fejemben úgy, hogy itt van a jány, meg szorít. Mondika? Kicsit. Hasd ide, várj. Nem kicsit. Hozd ide a tabletet, jó? Hozd ide apának a tabletet. Hozd ide, hogy lefényképezzük, jó? Biztos megteszem. Hol van az? Mi van? Nem, csak idegesít az egész. Menj rá a linkre, amit küldtem. És szerinted, hogy hogy kapcsoltam meg akkor? Mit bánom még? Ne van ragasztod, hanem valahogy ledültem kapcsolni. Van. Átküldtem a linket. Ja, igen, igen, igen. Ezzel is mindjárt befejezem a szalmaszedést, azt akkor küldöm a... Már viszem le a traktort az ezerhetes-hez, hogy hagyj vessen ott is. Repcét ültetek. Szerintem a hetesre ezért ültessünk. Kukoricát meg napraforgót. Vegyesen, hogy csinálnál? Nem, hát vegyesen is lehet. Ja, hát hogy abba hagyod, azt utána kezdem van. Aha. Mit vittél el, Jani? Ja? Ez nehogy őnek is azt mondjuk, hogy tudjuk. Ja. Mert ez a név az le van védve. Engem is hívtak úgy. De az le van védve. Hát na. Még egy tudás elmény tudni nem lesz. Az nem. Én nem engedélyed. 18-17 másodperc hátra. De most miből van annyi?
a Gold Hacker. De hanyas? Így tudom én, ne idegesítsél már ilyen hülyeség. Az 1.3-os kell. Hát mit tudom én, hogy 1.3-os kell. Biztos az a Bálint alul. Akkor jó. Itt van Bálint. Amit küldtem linket, ott a izé legörget az aljára, és a három letöltési linkből a legfelső kell. Mindjárt belógít a magam a vízbe, befőtnek elköszönöm meg. Azt hittem, nem nyílik ki a sorombó, mire odaérek. Volt olyan, hogy nem is tudom, melyik géppel jöttem. Hamarabb értem oda a géppel, mint hogy a sorompó kinyílt volna. Jó, van, nincsen felkiáltója. Akkor be tudsz csatlakozni. Indítású. Engedte az indítást? Igen. Az előbb azt mondta, hogy kukoricát meg ezért tartok, itt meg el. Azt írja, hogy elvetés. Elt nem ültetünk. Nem? Adatok szinkronizálása a többi játékossal. Igen, mi is ezt látjuk. Ilyenkor megállítja a játékot, hogy ugyanazt láss te is, mint mi. Az érdekes, hogy a csukd be az ajtót, ha nem tetszik. Mi van? Ja, hajnod mondta, hogy halkabon beszél, gondolom Dani alszik. De viszont az ilyenkor is működik. A kipfogógáz ilyenkor is látszódik. Ja. 14-16-18-20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 -
Én is, jaj, de jó. Én vagyok a zöld, de mindenki saját maga zöld, tudom. Én nem, én piros vagyok magamnak. Én zöld. Nem, én is. Hát tényleg. Másnak vagy őző. Hát de azért mondom, hogy más. Azért te mindig zöld vagy. Meg én is zöld, saját magam. Hova az anyámba tettem Master World Combine-t? Itt van, én vagyok benne. Ja, akkor azért nem tudok beleülni. Akkor kiléptem belőle. Még mindig nem tudok beleülni. Na, most bele tudtam. Itt nincsen nekik. Mire gondolsz? Ez is egy kombány. Van egy pár kombányunk. Ha jó, csak bele akartál valamelyikbe ülni. Pont abban, amelyikbe te ültél. Itt tudom én, hogy hol vagyok-e. A szín alatt. Találd fel magad. Ez mi? Ez egy piros ufó. Ufó? Ja, Lely Juno az ilyen takarítógép a teheneknél. Piros ufó azt mondja. Mondjuk tudom nézni, hogy mibe vagy. És a kis üzébe vagy, terepjáróba vagy. Aja, méz van benne. Az előbb voltam a méheknél, ott raklapon vannak szerintem mézek vannak benne? Igen. Hát ez van benne. Lép van benne, igen, és a méhészetbe kell behordani. Majd mindjárt mutatom. Körbevezetlek. Azonban kivettük a másik pick-upot. Volt egy olyan terepjáró benne, hogy lehetett még hát öten lehetett vele menni a pick-uppal. Kis terautóval. Ez milyen szutyoggép? Ez az Manitou. Ja nem az Jani, várjál.
New Holland, Lefler, az izé, silózó kombány. Az a izé, ilyen átrakókocsis faszom. Üres kamion. Igen. Ennek nincs pótkocsia, vagy mi van? De van, csak most nincs rajta. Ez meg a Jani szaladdal, te? Kérem ezt tegyek. Mit vegyek föl? Várjál. Előkaparom mindjárt azért. Add ide, Jani, légy szíves. Na, azt mondja, gyere utánam, légy olyan nedves. Azzal tudsz követni. Ugye, így csinálják, szép volt. Ugye itt csinálják a lépet. Aha. Amit csinálnak, azt ide kell behordani. Mondjuk, hogy csukd már be az ajtót. Ide kell hordani? Ide kell behordani. Aha. Most, hogyha benézel, 60 a zéken, polcokon, meg 4 itt előtte, tehát most nem kell ide többet hordani, azért nem is hoztuk be. Ide, amellett, hogy ilyen raklapokat hozol be, mindjárt mutatom, ide, ahol most állok a teherautóval, ide a tehenektől tejet kell hozni. Van ilyen tejlacsapuló, akármi a teheneknél, az ide kell hordani bele. Azzal a mézes kocsival kell hozni a tejet. Azt tudja felvenni. Fordulj meg. Hát ilyen... Mi is a neve? Honey milk, ez a... tejméz, vagy valami ilyesmi. Fordulj meg. Én? Aha. Most megfordultam. Nem úgy a teherautóval. De várja, akkor megyek újra. Az is igaz. Itt vagyok, nem mentem el. Várja. Itt kell beletölteni a mézet a utóba, és nem tudom, hogy van-e most készen méz. Vagy lehet, hogy nincs is most tej benne, azért nem csinál mézet. Valószínű. Mindegy, itt kell beletölteni ebbe a futóba a mézet. Gyere, megmutatom, hogy hol kell eladni. Hát már nem hoztam mostanában tejet azért. Már jó lesz úgy, ahogy Jani mondta. Gyere. Itt vannak amúgy a futói a nyergesnek. Állítsd le. Látom. Ott van.
Mi van? Ott megy, igen. Jó, fiatal járgány. Zsíl, mit látsz tőle? Volt egy olyan izé is, akkor még itthonról futtattam a szervert, nem béreltem külön. Amikor csak régi járgányokkal voltunk, MTZ, Rába, Zil, Ifo. Itt kell eladni a mézet, a tartályossal, vagy hogyha nem csinálunk belőle mézet, hanem úgy raklapostól van, ahogy most a mélykaptáraknál van, azt is el lehet itt adni. Aha. Hol is vagyunk? Jó, akkor csapatunk egyet arra. Ez is a mi földünk itt amúgy, ahol most mentünk át. Aha. Nem olyan picurka, de picurka. 12 éves lesz a hónap végén. Ha meg több a tej, mint amennyit el tudunk használni, akkor itt tenni a kis baloldali kockánál tudod eladni. Baloldali kocka, hát... Jó, kívülről nézel a teherautót? Nem, benne vagyok. Hát tudom, ahol üríteni kell azokat, tudom. De nem. Vagy nézd ki, nem tudod kívülről nézni, igaz? Akkor szállj ki. Igen. Tudod kívülről nézni, megnyomod a C-t, Sanyi? Nem. Akkor szállj ki. Nyomd majd még egyszer az E-betűt, mert az írásban voltál. Aha. Itt van, itt tudod eladni a tejet. Állj meg, fordulj meg. Itt vagyok a hátam mögött. Ugye a teheneket azt tudod hol van. Á, úgyhogy oda tudsz ugrani, mert van ott gép. Hát most pillanatnyilag sem, igen. Nem, ott a mézeladó van. A tejeladó az itt van a pékségnél. Igen. Az a Dorfladen, ott mézet lehet eladni. A tejet itt lehet a pékségnél. Oda is van írva, hogy milk sell. Van egy szomorú hírem. Mondjad. Gabi, tudod, mire mondom? Nem értem, nem hallom, mit mondasz? Jaj, álljon tőle, befejezték a tévézést. Akkor tente, baba, tente? Hát nem, én nekem, mama jönne a helyére. Az ő problémája, aludjon a kutya holva. Ott van már nála az is. Gyorsan még körbevezetlek. Még itt egy pár ezé van. Jajajaj, hónap este. Hi, Zundi. Valahol itt lehet eladni az ezőt, a fát. Fogalmam sincs, hol lesz, Jani tudja. Ő tesztelte le. Még egy van, amit mutatok. Jó van, majd megkeresem. Ja, és van ezé. A modok között, tehát letaposod a növényt, ha olyan státuszban van. Be van rakva a növénytaposás, letaposod a növényeket. De csak akkor, hogy olyan státuszban. Tehát ez is, ami most átmentünk, ezt még nem tudjuk letaposni.
Akkor is letudod, ha nem a miénk. Itt meg a trágyát lehet eladni. Gyakorlatilag ennyi. Többet még nem nagyon tudok mutatni. Hát a cukornát ott sok helyen el lehet adni. Ja, hát a cukornádat azt nem tudom, hogy ismeri-e. Mármint nem valóságban, nem itt a játékban. Szerintem még odáig én nem jutottam el annak idején. Minden, itt úgy van a játékban megoldva a cukornát. Jaj. Hogy csak egyszer kell elültetni, utána nő magától. Ugye a nádnak valóságban is megvan az a hülye tulajdonság, hogyha levágod, utána kinő akkor is. Hát olyan, mint a krumpli arató, vagy micsoda. Paprídul az... Ja, az a tanyám van. Egészségedre. Aha. Itt a cukornád. A cukornád arató. Itt látod előttünk a gépet. Kék színű. Van még kettő ilyen gépünk. Barna meg fehér. A barna az a krumplit aratja. A fehér meg a cukorrépát. Még nem. Ez még nem nincs megérve. Ja, ez is bebarlód. A teteje. Magasabb lesz még egyen. Ő a izé. Ő a szalmaszedő. 200 literes. Hát ezt a fajtát nem biztos, csak hasonló. Szalmaszedő, hát a hamster. Jaja. Ez meg a falprító szerkezetünk. Ő a holdhacker. De lepakolod a fát, akkor automatikusan gyűjti. Nem, vagy bele kell pakolni. Targon szállva lehet, vagy... Nem kell, gyere, szállj ki. Ó, bazd meg. Menjél fel a rámpára. Elfelejtettem, hogy nincs alatt a kamion. A rámpánál ugor fel ide azért, a peremre, az gyere körbe. Szerintem mindjárt akarni fogok egy nagyot. Azt mondja, hogy right side, oké. Okay. Hogy is van, XL? Ugyanígy fel is szedi. Csak akkor a B-t kell nyomni. A Zill azt fel tudja szedni, de csak a 4 méteres fákat. Maximum 4 métereseket. Mit? Ez meg 6 méteres? 8. A Zill is ugyanígy szedi fel, mint ez. Hát gyakorlatilag ennyit tudunk így hirtelen mutatni. Itt van a két aratógép, amit mondtam, a fehér meg a barna. Aha, jajjaj. Ennyi, így szűken. Hát meg itt ültettem annyit, mint égen a csillag. Majd, ja, még azt elfelejtettem, mindjárt beszaladok, megmutatom. Menjünk az élbe? Nem. Ugye beugrok ott valamelyik gépbe. Meg ott a tanyán lesz. Gyere! Itt vagyok melletted. Shift-tel tudsz szaladni. Ez meg olyan, hogy R betűvel ki tudod belőle venni a szerszámot.
és kézzel tudsz fát ültetni. Hülye, nem vagyok. Amúgy nagyon rossz ültetni, mert olyan lassan halad vele a traktor, mint az állat. Sokkal gyorsabban ültetem el kézzel. Azt, hogy most fogom, azt akkor ások. Hát majd megmutatom, hogyha fát kell ültetni. Előttem, pirosba. Igen, de csak... Mert hogy ezt nem tudom ide ültetni. Nem, az azért piros, mert nincs a hátizsákodban. Gyakorlatilag bárhova lehet fát ültetni, még az aszfalt közepére is. A hülye. Hülyébe izébe, keresd meg. A... vagy a kamiont, vagy a favágógépet. Azaz. Szállj ki belőle? Gyere fölfelé, itt vagyok fent a hegyen. Én vagyok Gabi a hegyről. Ja, igen. Majd úgy csinál, mint az öngyűlkos. Na, most mit csinálják vele? Fofán kell, hogy vágjanak? Nem, ezt amit itt látsz, kis fákat, itt az egész hegybe volt borítva, ezt mind kézzel ültettem. Ez egy milyen kis fát? Ez egy nem kicsit. Nem úgy, hogy ez a kevés fácska itt. Bejössz az erdőbe, az bent vagy. Azt hiszem 6 nap alatt nőnek meg ekkorára. Aha. Ilyen kell neked is otthonra, mi? Hát na. 6 nap alatt ekkorára nő a fa. Ez az én, ami most ez nagyon gyakorlatilag. Császárfa. Az a sivatott nő. Annyian ültetnek ott, akkor én nem tudom, némelyik olyan hülye, hogy a háztól másfél méterre ültetik. Hát na. Meg gyere be az erdőbe. Tegnap dolgoztunk 60-ba, meg most is ma. Hát ahogy állígattuk fölfelé az osztopokat, az egyik tanyán, vagy ilyen portán bent volt két paci. Egy kanca, meg egy csődör. Azt a csődörre éppen rájött a probléma. Nem a csődörre jött rá a probléma, az ugyanolyan, mint mi vagyunk. Hát na, mindegy. Azt mondja a főnököm, oda jön hozzám, megveregeti a vállam. Azt mondja, hogy de jó lenne, ha ilyen nagy lenne nekem. Nézek rá, mondom, Lackó, ha félbehajtom, akkor ekkora. Azt elvész a faszomba. Mármint na. Két hajtott félbe. Hát a sajátomat. Ja, azt hiszem a lói. Ja. Na, amit mondott Jani, hogy ha nem találsz, akkor... Aha. Itt vagyok. Itt szoktam héderelni. Sikerült átugrania, úgy, mint neked elsőnek, Jani. Jani meg állandóan a rohadt gólyával van. Keressem a gólt. Szerinted első dolgom volt kipróbálni, hogy lehet-e a vezetéken menni. És? Nem sikerült? Nem, ez csak textúra. Hát no. Zsrputy! Lent vagy. Na jó, ne. Van, mert ma toporognak hátul. Mert holnap akkor majd is közünk egy kicsit. Jaja. Majd csörgök, hogy hol járunk, mint járunk. Már keresztanyú hívott máma, szerintem anyám zaklatta fel. Hogy? Hát, hogy kérdezte, hogy mikor indulunk. Mert én mondtam anyunak, hogy dél körül elég elindulni. Most már keresztanyú hívott, hogy akkor 11-kor induljunk már el. Hát de figyelj, fél 12-kor van abonyban anyunak randi a koszorúsnál, nem? Nem tudom, nekem anyu ilyesmit nem említett. Nekem azt mondta, hogy fél 12-kor van randi a koszorúsnál. Hát na. Én 11-kor elindulok keresztanyújéké, megtankolok kövesdem, meg megveszem a matricát, felveszem keresztanyújékot, azt utána én felismerek a pályára, azt majd megállok Abonynál, meg Ludasnál. Jó van. Nem tudom, hogy imélyik mikor indulnak. Hát fogalmas sincs. Én fél 12-re ott vagyok anyué Abonyban. Hát akkor gondolom, hogy 11 körül indulnak ők is. Uh-huh. Jó van, nem tudom, hogy hol lesz majd a... Marikának, már nem, Anikónak a jánya, hol csatlakozik. Fogalmam sincs. És hát biztos hónaptal jön, vagy nem tudom, állomáltam, vagy hol. Gondolom.
Mert azt nem hiszem, hogy Bözsi néni kezd kiballagni. Nem valószínű. Na, a sítós korán volt? Aha. Na. Jó van, akkor majd beszélünk. Oké. Okay. Csütörtökön nem maradt. Nem hiszem. Így, ezt már holnapra sem akart elengedni. Mondom, ilyet nem játszunk. Orba gyűröm, azt megbolondul. Hát körülbelül. Úgy jár, mint a boxer. Azt mondja, nem örül neki, hogy elmeg. Mondom, szerinted inkább a Lagziában mennék még egyszer. Úgy jár, mint a boxer kutya. Nyomott orra lesz. Mert rövid farka. Na, jó van. De vastok, Nikolám, a sorcsakát. Csácsá, neked is. Tudod, mi a legszörnyűbb, Jani? Az, hogy felhoztam a... azért, vágóasztalt. Azért, a New Hollandét. Az a legszörnyűbb, hogy repcét ültettem lentre, úgyhogy vihetem vissza. Hát a kukoricavágóasztalt levittem. Csak most repcét ültettem lentre, azt felhoztam a vágóasztalt. Hát de a kombány is itt van fenn. Visszadobottam most a izével. Mindjárt visszadobottam meg a kukoricavágóasztalt is, hogy kell még egyszer menni. Ahogy dobottam. Hát olyan 11 óra felé. Hát én nekem még van egy randim egy futárra. Hoz egy telefont. Egy másik olyan P20 Lite-ot, mint az enyém. Asszonynak. Az övét a gyereknek adjuk. Csak most már ő is előfizetéses lesz, meg korlátlanul beszél ő is. Neki egy Samsung Galaxy 2016. Melyiket? Én sem. Nekem egyszer volt Samsungom, de már nem tudom milyen volt. Azt tudom, hogy széttolós. Én most nem azt mondom, ami az enyém volt. Nem azt mondom, hogy még te a kanyarba se voltál, mikor nekem Samsung telefonom volt széttolós. Az meg Sony Ericsson volt. Nekem ami elhajlott a Sony Ericsson W880i volt. Nekem már volt vagy 10 telefonom, vagy 15. De már az a negyedik új telefon, mint én. Mennyi? 30? 37 telefonod volt eddig? Az igen, jó nyomod. Mi volt még nekem vadi új telefonom? Volt az egy. Samsung is volt. Samsung újba. Ami nekem adottuk szepé. Nem emlékszek rá. Akkor sem emlékszek rá, hiába jajozol. Menjél már befele, mert megfajsz, úgy áll a bimbód, mint az IFA-sz elet. Volt az E1. Az E1, a P8, ez. Én a Samsungra nem emlékszek, akárhogy mondod. Biztos, hogy hát most így nem tudom. Nem emlékszek rá. Akárhogy mondod. Aha. Samsung.
Tudja, te kéne 20 részet ékez. Hol kell tanulni? Galaxy volt az is, gondolom. Aha, Galaxy. Jaj, tudom, Galaxy Core Prime. Tényleg. Nem volt rossz, mondja. Micsoda? Köszön. W880-i, az volt a vékony. Narancsárga volt, igen, meg fémtokos, fém külsejű. Ami elhagyott a zsebembe, az mindig telefonált. Hát elhagyott, az alaplapja meggajdult. Meggajdult az alaplapja, azt állandóan telefonált, azt jelenti a 22.000 forintos telefonszámlát. Volt egy C1, egy Siemens-em, volt egy Alcatel OT301-esem, volt egy Alcatel 101-esem, akkor mi volt még? Volt egy LG GU230-am. Nokiából 3410-esem volt. Micsoda? Nem, volt egy Alcatelem, aminek már nem tudom a típusát, az ilyen széthajthatós volt. Az Alcatelnek a Walkman mobilja volt. Az ilyen izé volt, ilyen művör külseje volt a telefonnak. Azt nem láttad, az ilyen özé volt. Ilyen tengerkék színű volt az a telefon. Mindjárt mutatok róla egy képet. Jó, majd nem bírod ki ezt a fél percet, míg megkeresem. Ilyen volt. Nem ilyen. Van-e hasonló? De Sony Ericsson az nem ez. Ilyesmi volt a ezője, de a külseje nem ilyen volt. Ez csak koncepció. Ilyen volt az enyém, csak kékbe. T701. Nincs, ilyen volt az enyém majdni. Pontosan ugyanilyen volt. Nem volt rossz telefon. Azt is valakinek odaadtuk, Dávidnek szerintem. Ugyanaz, mint az enyém, 100.000 forint. Nem. Tudja faszom, 100 valamennyi. Ha, körül van. Most lesz. Csak vigyázz arra. Hát egy olyan 50 évig. Már szerintem akkor bejönnek az ezek, a bőrtelefonok. Hát olyan, hogy fogom, azt akkor itt tárcsázok, azt akkor így beszélek. Már most is van olyan, amit itt tárcsázok. Okos órával.
Ide vetíti ki a számokat a kezedre, csak pötyögöd. Igen, csak most van olyan izé is, olyan terv, hogy felveszed ezt az okos órát, és a tenyeredbe kell beszélni. Hát egy csöppet. Mi van, hogy... Dehogy megaludni, hagyd el már. Örülök, hogy nem kell reggel felkelni. Árpád. Igen. Az jó. Miért nem? Hol a faszból már teherautóra hagyjon meg. Itt van. Nem, már azt töltöm fölfelé, azért megy lefelé a pénz. Mindig nem tudok live-olni? Nem. Már most nem, mert tele van. Nem. Öntöm ki az árpát. Mi van rád? Két láda sör. Meg az is. Az nem sok. Nekem minden nap volt a Nyeteszkóban, amikor ott dolgoztam. Jött vagy 8 raklap a zöldségre, meg vagy 12 rolikocsi ezért a tejre. Hát jó, de én friss áru eladó voltam, nem mindenes Tesco-ba.
Már? Már mi? Rohadt volt? Aha. Mivel? A 21-es földnek a végét letaposom, hogy meg tudjon fordulni a cukor répa szedő. Mert amúgy felmegy a hegyre, azt nem tud megfordulni. Nem sokat vagy 4 vagy 5 sort szedek le. Így keresztbe, hogy rövidebb legyen. Mondom unokaöcsémnek, hogy megvette a ezért a GTA-t. Lejárt lemez. Jó van akkor. Aha. Hát ők szoktak szerintem néha játszani, de azt mondta lejárt lemez. Szerintem ők ma azért nem is játszanak annyit vele. Tudod miért tudtam 5000 forintté megvenni? Mert 3 hónapja 1200 forint volt. Steamen. Gondolom bevásároltak belőle egy csomóan, most meg 5000-re árulják.
1300 meg 1200 forint volt, meg 1500. Hát na. Hát nekem nem kéne konzol semmi pénzé. Ha adnának egy konzolt, eladnám a faszomba. Hát na, unalom üzésnek jó. Én konzolon mindig izét játszottam, mikor volt valakinek azt elhozta, vagy elvittem, vagy elmentem hozzá. Mindig ilyen Mortal Kombat, vagy Tekken, ilyeneket játszottam. Autóversenyt nem szeretem, farming nem jó rajta, legalábbis nekem. Lövöldözéseket nem szeretem. Mám azt mondja nekem a kolléga, Dudás, neked valami mezőgazdásznak kellett volna menni, állandóan az a rohadt aratás. Mikor live-ban nyomom. Azt mondja nekem a főnök, bár nem a főnök, ez a srác, azt mondja, szólni fog a főnöknek, intézzen neked kombányt. Nem köszi. Kérdezte, azt mondja, intézzek neked kombányt? Mondom, nem kell, kösz. Azt mondja, miért nem csinálnád? Mondom, és nincs az a pénz, hogy valóságban csinálnám. Azt mondja, a kolléga, amelyik mondta, hogy mezőgazdásznak kéne menni, azt mondja, hogy hát könnyebb billentyűzet mögül. Hát mondom, nem kicsit. De mondom, ez olyan dolog, hogy attól függ, milyen kombányt szerez az ember, vagy miért tud venni, mert most is a egyik ismerősnek van egy nagyobb bacska traktorja. Beáll a sarkára, és ez mint a kurszplay. Melyik sarkáról indulsz a földnek, mekkora a földterület, melyik irányba indulsz el, rányomsz a start, azt megcsinál mindent a traktor, csak ülni kell benne. Navigálővel, műholddal csinálja a szántást, meg minden szart. Nem csak abban van, neki John Deere van ennek a srácnak. Én tegnap azt hittem, hogy Béla azért ír rám, csőke, de nem. Csak lájkolta a videót. Tudom, csak ő élőbe farmingozik, ő majd télen jön. Játszottál ma a farminggal? Vagy csak most? Na, ezért miért kérdezem, hogy a teheneket rendbe kell lerakni. Mert ha nem játszottál tegnap óta vele, akkor a tehenek rendbe vannak. Ugye megnézem, hogy állnak. Hát teljesen tele van mindennyi. Mennyi tejünk van? 3700, az pont egy futónyi. Gyorsan felszaladunk tejé. Elvileg erre is el lehet menni. Hát ott, ahol megnézed, hogy melyikből mi kell nekik. Víz, fű, ilyesmi. Fönt írja, hogy mennyi tej van. 3710 valamennyi.
Hoppá, összeszedtem egy sziklát a pick-up-ból. Őt elütöm a szikla. Ja. Tesómnak egy Suzuki Ignis-e van. Én a cégessel megyek az Ezével, Táliával. Sógoroméknak meg van egy Suzuki Swift. Nem. Van másik autó is. Van egy csomó másik autó. Leviszem a tejet. Igen, hát 3700 liter. Azt hittem, hogy telifutó lesz, de hát 7300 literes, nem 3700-as. A 3-as meg a 7-es megvúgy, csak a sorrend nem mindegy. Rákba vigyem. Árpád 8-8 8-45-43 Gabon elevátorhoz. Egyelőre többet nem viszek, elviszem ezt az adagot, az kész, az árpából. Utána mi a következő, amiből sok van? Nem fára gondolok. Én termére gondoltam, hogy az, amiből sok van. Raktáron. Cukorrépa meg krumpli, meg cukornád. Nem vettél az előbb észre valamit? Től kérdezted, hogy mit csinálok a Voltrával? Az, hogy te is Voltrával voltál, meg én is. Vettem még egyet. És már 3 traktorunk van. De mihány is lesz úgy pénzünk, a Pumát is lecserélem Valtrára, vagy egy még nagyobbra. Mi a bánatos faszomé ürít ez így? Nem hiszem el. A nagy sárga futó, mindig csak a üzém. A... Hoppá! De én már egyszer átállítottam. De azóta állítottam át. Visszaléptem és átállítottam. Pumával beszaladok mindjárt a boltba, ha visszaértem. Megnézem, mennyiért veszik be. Nem, ott nem tudod, ott csak átalakítani tudod.
Azt már néztük, nem emlékszel, hogy nem lehet eladni ott? Konfigurálni lehet? Mikor mész dolgozni 8-ra? Már milyen hamar? Szerintem igen. Mondjuk a cukorrépára én nem emlékszek, hogy kétszer ültettem volna azon a földön. Jó, az nem is olyan nagy. Most szépen megválunk a Pumától. 115 ezer, az igen. Mi ez? Kumpér. Kumpért viszem, kumpér 433, 529, szállítási cég. Ó, de jó, jó messze van. Szállítás. Szállítási cég. Oda kell vinni a kumpért. De inkább viszont a teherpályaudvarra, ha te ugóval kevesebbet adnak érte, viszont egyszerre adod el mindet és nem csökken az ára. És még azt sem mondhatnám, hogy messzebb van, mint a szállítási cég. Hányra mész dolgozni? Még fél tízben, tízig maradjál már. Mondjuk addig megtart a vetés szerintem. Bár mondjuk a cukorrépa az üze nem olyan széles föld, azt egy pár oda-visszával megcsinálod. Vagy 5-6 oda-vissza, az megvan. Ja, megnézem. Hoppá. Hogy... 20-as, azt csinálod te. Kész van, mint azt csinálod te, neked az utolsó. Tudod, mikor áll még vissza alapra a futónak a billentési státusza? Ha visszadobatod a tanyára. Azt tudom, hogyha belépsz, akkor visszaáll. Jaj.
Azt nem tudom. Hát... nem tudom, hogy a cukorrépának milyen a vetőmagja. Krumpli az azért fogy gyorsan, ugyanúgy, mint a cukornád, mert nagy a vetőmag. Mert ugye minél nagyobb a vetőmag, annál kevesebb fér a tartályba, annál gyorsabban fogy. Hát repce után az jön. Repcét. Hát de már akkor elkezdtem ültetni. Miből? Krumpliból még van egy kevés. Pont most van tele vele a futó. Mert most üres futóval megyek azért. Jaj, bebicskáztam. Nem is kicsit. Bátrával. Benéztem a kanyart, cseppet. Másfél-két óra biztos kell neki, mert van valami építkezés a pályán. Ja. Tudom, hát járok a pályán minden nap. Hát Pestig GPS nélkül, Pesten kell GPS, mert ott nem tudom, hogy merre kell menni. Van. Van vazém is. Telefonom van a vaza, de kibaszott jó aksia van. Nem. Már használtam többször. Hát nyilván úgy megyek, csak addig nem figyelek rá, amíg nem érünk Pest közelébe.
Hogy mondja. Elbeszélgetett magába. Az ő dolga. Köcsögök nem rafináltak. Köcsögök nem rafináltak. Milyen betűket? Ha? Megszenved most a izéje. Tátra. 270 000 literes futó van mögötte. Nem, a kékeket eladtam. Van egy sárga, meg egy piros, a 270 000 literes futó. Hát ami eddig is volt a sárga, a hosszú. Megvettem egy ugyanolyan pirosat. A semmi tipper 70 000-esből van 2, most már. Gondolhatod, mikor el akartam indulni annál most a Silótól 16-tal bírt megindulni a kamion. Hát ha elültettél mindent, akkor igen. Kopergest. Hogy a kurva anyádat, azt. Rossz gombot nyomtam. Automatikus.
Visszafelé jövök, aha. Mert akkor... Mi? Nem. Hát egy picit megbillen az első, azt annyi. De hogyha rakodónyíláson ürítesz, akkor nem billen meg. Megjött a kamion, vagy ezért a vonat. Méretes jószág. Ezer liter fér a kettőbe. Komplít. 800 valamennyi összem. De nem. Várjál. Krumpli 523 az, ahol én viszem. Jó van. De nem azt, illetve azt is viszem, igazad van. 347, pont oda viszem. Ha 379 a gabona elevátorna, akkor azt leakasztom, majd elvizette. Én addig elviszom krumplit. Voltrával el tudod húzni elvileg. Ott hagytam, tölti bele a cukorrépát. De biztos, hogy van. Oda kell a falusihoz. 4.37, nem, akkor ide kell hoznod, ahol én vagyok. Teherpálya udvaron. Viszont én bemegyek a tanyára, megtöltöm cukorrépával, hogy tudjam, hogy hol jártunk. De én megyek aludni. Hát ha nem hozod le, az se baj. Ott csináljunk egy mentést, ezek a télom mi újságban.
Szóljál, ha kész vagy. Akkor csinálja te, én nem csináltam. Micsoda? Aha.